Sziasztok, üdvözöllek titeket Kincses Bánya és Fehérvár Csurgó határáról, és a mai videóban jöjjön most valami olyasmi, ami eddig még nem volt. Történetesen egy teljesítménytúrának a videós leközvetítése. Úgyhogy a mai videóban a Kincses Bánya 20 km-es teljesítménytúrát fogom bemutatni, és megpróbálni túlélni itt a havas és jeges körülmények közepette. Úgyhogy jó szórakozást a mai videóhoz is. Igazi téli körülmények fogadták az indulókat Kincses Bányán, mely települést valahol félúton találjuk Fehérvár és Mór között a keleti Bakony lábainál. Már az odajutás sem volt egyszerű, kerültünk néhány baleset okozta torlódást, vagy épp árokba porult autót, kora délelőtt még azért esegetett a hó a Dunántúlon. Kincses Bánya az egyik legnépszerűbb teljesítménytúra a keleti Bakonyban. Mindig próbálom megfejteni a népszerűségének okát, mivel nekem annyira viszont nem első számú kedvencem. Nem rossz, csak én egy kicsit unom, hiszen a 20 km-es távján már többször is elindultam. Elhagyva az iskola épületét, egy jelzetlen szalagozott úton kell megkerülni a Szeghegyet, hogy aztán a túlparton már az Észak-Dunántúli piros nyomvonalán haladjunk a hóba borult fák között. Jobbra is, balra is elhagyott egykori bányaterületeket rejtenek a fák, így az egykori hulladék lerakó, rekultivált területe is bánya volt egykor. Hogy oszlani kezdett a felhőzet, s kisütött a nap, végre a színek is megérkeztek. Meg a kékjelzés is balról, és ez az a hely, ahol legutóbb 5 éve kitértem geoládázni a Vontatóhegy tetejére, ahonnan aztán egy egészen sajátos úton sikerült lejutnom az első ellenőrző ponthoz. Ezúttal maradt a klasszikus útvonal, ami annyiban mindenképpen különleges volt, hogy az OKT nyomvonalát visszahelyezték az eredeti útvonalára. Itt jött talán a legkeményebb szakasz az egész kirándulásnak, a jéggé taposott, havas lejtőn lejutni a tópart szintjére. Videó erről a szakaszról nincs, de a második-harmadik majdnem segreesés megtörtént. Itt tényleg a szánkóval érkezők jártak a legjobban. Az első ellenőrző pont már szokásos helyétől elválik a 10-es táv, és a zárógát irányába visszakanyarodik Kincses Bányára, míg a 20-30-asok indulnak tovább északra. Itt a Fehérvár Csurgói víztározó partján látszik igazán, hogy milyen munkákat végeztek az elmúlt években. A part mentén legutóbb például nem volt emlékeim szerint ez az út, s útvonalunk is a Gányás nevű üdülő részen vezetett át, és nem a parton. Az elmúlt években ugyanis komoly munkálatok zajlottak, a víztározó kapacitásának bővíthetősége érdekében kicsit rendbeszedték a vízpartokat, megerősítették a partfalakat. Ennek keretében került az OKT is áthelyezésre, korábban és most már ismét, ugyanis egy szakaszon közvetlenül a vízpart mentén haladt.
A 8. kilométer környékén érkeztünk meg a második ellenőrzőponthoz, ami a hóhelyzet miatt reggel nem a magaslaton, a Zseri szállásnál nyílt meg, hanem a Vadaspark tó melletti parkolójában. Mivel nem volt muszáj, ezért ezúttal nem mentünk fel a Zseri szálláshoz, mert bár tényleg látványos kis völgyecskében ereszkedik le onnan az út a Gaja szurdokba, egészen pontosan ilyenben, szóval nagy valószínűséggel az az útszakasz is éppen olyan nyaktörősen letaposott, lefagyott lett volna, és egy napra bőven elég volt egy ilyen útszakaszt átélni, lent a völgyben, én meg 8 éve amúgy sem jártam. A Gaja-patak völgyében az első hídon átkelve váltunk el a 30-as távtól, és indultunk vissza Kincsesbánya irányába. Egy utolsó emelkedő várt ránk az Öreghegy oldalában, ahonnan Fehérvár-Gyurgo külső részén átjutottunk vissza a víztározó mellé. Az oldaláról mutatja legszebb arcát ez a mesterséges tó, háttérben a vontató és vaskapuhegy hatalmas tömbjével, és a mellette szinte eltörpülő rákhegyjel. Elcaplatva a gát töltésére, még jobban beláthatjuk a környéket, jobbra a vízfelület, míg balra, hol Fehérvárcsurgó templom tornyai bukkannak elő a fák közül, hol pedig egy rogyadozó gazdasági épület a tó szomszédságában. A 20-as táv harmadik ellenőrző pontja ezúttal is a Fehérvár-Csurgói kastély parkjában volt. Úgy látszik, örök bakancslistás tétel marad az épület, legutóbb ugyanis a túrán résztvevők megtekinthették a kastélyt is, csak akkor nekem a sok geoládázós kitérő miatt erre már nem maradt időm. Most idő lett volna bőven, csak látogatási lehetőség nem volt. Biztos a fránya Covid tehet erről is. Túra során egészen különleges pecséteket kaptunk az ellenőrző pontokon, és kettő után egészen jó százalékkal találtam el, hogy mi is lesz a harmadikom. Kastéllyal, mint pont helyszínnel csak egyetlen baj van, hogy egyirányú az út ide, és hosszan ugyanazon az úton kell visszamennünk a tó gátjához, amellyel jöttünk. A rák
hegy lábánál, aztán van egy kis katyvasz, a többség egyenesen a vízparton megy, de emlékeim szerint itt valamikor a domboldalban egy lépcsőn kellett leereszkedni a vízhez. Ez most nem kellett, de a szikla darabot a víz mentén is bőven meg lehet kerülni, és így érkezünk meg a környék leghúzatosabb helyéhez, a Rák és a Vontatóhegy közti völgyzárógáthoz, a Gaja patak régi medréhez, ahol ma is irtózatos szélrohamok söpörtek át. Simán be lehetne tenni ide egy szélkereket is, áramot termelni. A gát túlsó oldalán egy jó kis jeges, lefagyott aszfaltúton ereszkedik az útvonal vissza, Kincsesbánya központja felé. Még egy rövid erdei szakasz erejéig elhagyjuk az aszfaltot, de hamarosan vissza is térünk a civilizációba. Műfház és iskola, a cél, ahol megkapjuk a pecsétünket, oklevelünket, kitűzőnket. Az idei első kartográfia túra ezennek kipipálva, legközelebb Dunaui városból jelentkezünk, ha csak nem jön közbe valami. Köszönjük a figyelmet, keressetek, kövessetek, lájkoljatok, hogyha tetszett a videó. A következő találkozásig pedig, sziasztok!